Szép jó napot kívánok, hölgyek, urak, de szép számmal vagyunk itt a réten, tiszteleten. Nagyon sok jó hírt fognak ma itt tőlünk hallani, tőlem és Botka Lászlótól reményeim szerint, de hadd mondjam el a nap eddigi számunkra legkedvesebb hírét, és egy nagy tapsot is fogok ehhez majd kérni. Újhelyi Pista barátunknak ezekben a percekben megszületett a lánya Csenge. Gratulálunk neki innen is. Jó egészséget kívánunk mindenkinek. Tisztelt barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, hányszor is gondoltuk végig az életünkbe azt, hogy vannak dolgok, amiket már egyszer és mindenkorra el lehet felejteni. Azt gondoltuk, hogy vannak olyanok, amik már csak és kizárólag unalmas ünnepi beszédekben fogunk hallani. És itt élünk most 2017 Magyarországán, és csodát kell látnunk, azt látjuk, hogy olyan avit, olyan régi gondolatok törnek újra és újra elő, amik nagyon-nagyon rég eltemetetnek hittük már az elmúlt időszakban. És az, hogy mi nem rájuk szavaztunk, és picit csalódottak vagyunk, ezzel gondolom nem mondok nagyot. De meggyőződésem az, és azt látom, bárkivel beszélek, hogy a rájuk szavazók jelentős része is úgy gondolja, hogy nem ehhez adta a nevét. Hogy ami ma itt történik Magyarországon, az nem demokrácia, az nem kormányzás. Akinek semmilyen nincs, az annyit is ér. Ezzel a mondattal foglalható össze a Fidesz gondolkodása a munkásokról, azokról az emberekről, akik ma itt ezen a réten is ünnepelnek, és akiket ma úgy gondoljuk, hogy ünnepelni kell. Mi pedig azt mondjuk, hogy akinek semmije nincsen, annak adni kell. A mi filozófiánk az, lehetőséget, munkát és minden egyéb dolgot ahhoz, hogy érdemes legyen ebben az országban élni, érdemes legyen ebben az országban dolgozni, és leginkább érdemes legyen ebben az országban maradni és elmenni. Ahogy Komjáti Imre barátom mondta, munkát, kenyeret, cirkusz az itt van bőven ettől függetlenül. S hölgyek, urak, a Fidesz kormány eredményei minden csillogó hazugság és minden konzultációra költött milliárd ellenére azt tudom mondani, hogy súlyos kudarc. És Orbán Viktor megpróbálja az elmúlt 7 év összes kudarcát másra fogni. Én nagyon bízom abban, hogy nincs ebben az országban komolyan vehető ember, aki azt gondolja, hogy Soros György akadályozta meg azt, hogy a stadionokra költött milliárdokat kórházakra költsék. És nem hiszem el, hogy bárki ebben az országban ne azt gondolná, hogy az oktatás színvonala pont a Fidesz kormányzás miatt romlik. És nem hiszem el, hogy van bárki ebben az országban, aki azt gondolja, hogy a szegénység 2010 óta 1 millióval nőtt, hogy ezért az Európai Unió felelős. Nem, pontosan tudjuk, hogy ők a hibásak. A kormányzás 7 éve alatt a gazdagok forradalmával szinte minden társadalmi csoportot magukra haragítottak. Néhány százalék csak a társadalom tetején, aki az átlagosnál jobban gyarapodott, a többség rendkívül nehezen él. Viszont azt tudom mondani, hogy ennek a rossz kormányzásnak megvan az ára is. Most már 10 000-ek tüntetnek a Fidesz ellen, és azt látjuk, hogy ez a hatalom pedig elkezdett félni. A félelem egyik biztos jele az, amikor a rendkívül szimpatikus és felkészült birkózó szövetség elnökét küldik el sajtótájékoztatóra, aki viszkető tenyérrel pofont és verést ígér a tüntetőknek. Úgy gondolják, hogy ettől majd talán valamennyire kemény legénynek látszódnak, és talán azt gondolják, hogy ettől meg fogunk rettenni. Én azt tudom mondani, és mutassuk is meg nekik, itt sem látok rettegő arcokat, és a tüntetéseken sem. Nem fogunk tőlük félni. És azt tudom mondani, hogy az a párt, aki veréssel fenyegeti a szavazóit, az szerintem egyszerre gyáva és egyszerre ostoba is. Ugyanis azt gondolom, és ez egy viszonylag rövid okfejtés lesz, az emberek többsége nem szereti azt, hogyha veréssel fenyegetik. Aki pedig veréssel fenyegette őket, ez a Fidesz, ezért a Fidesz nem fogják szeretni, akit pedig nem szeretnek, arra nem fognak szavazni. Ennyire egyszerű dolog a politika. És
Nagyon-nagyon megmosolyogtam volna azt az embert, aki nekem 10-15-20 évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Soros ösztöndíjas Orbán Viktor hónapokig nem mond mást, csak Soros Györgyöt szapulja. És Kovács Zoltán, aki a CEU-n végzett, főellenségnek gyakorlatilag a CEU-t kiáltja ki Magyarországon. És az egykor rendőrállam felirattal a nyakában tüntető Kövér László pedig gránátvetőkkel szereli fel a parlament őrségét. Milyen országban élünk? Fidesz ma még erősnek tűnik, én tudom. De higgyék el, higgyétek el, hogy ez lassan most már csak nevetségessé fog válni. Gondoljunk bele Áder Jánosba. Áder János ma már szerintem nagyon vicc a fiatalok körében, mint a szép emlékű Schmidt Pál, aki a nevét sem tudta helyesen leírni. És azt gondolom, hogy a rabló szóból 10 emberből ma már 7-8-nak nem Robin Hood, nem is a Viszkis, hanem Habony, Matolcsi és Endi Vajna fog eszébe jutni. És hol vannak már az ellenzékben megszokott Dakota közmondások? Nagyon hiányoljuk őket, szeretnénk őket emlékeztetni. 7 évvel ezelőtt még sok ilyet hallottunk. Apropó, a 7 évnél megállok. Azt szokták mondani egy kapcsolatban, hogy a 7. év az kritikus. Nos, azt tudjuk nekik üzenni, hogy a mi kapcsolatunk véglegesen megromlott. Válni szeretnénk, válni örökre, az a kérésünk, hogy csöndben tűnjenek el, és ne vigyenek magukkal semmit. Visszatérve a Dakota mondáshoz, csak egy Dakota mondást szeretnék idézni, ami nagyon megmaradt bennem, biztos emlékeznek önök is, és szeretném felhívni most a figyelmüket erre. Ha látod, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla. Emlékeznek még erre a mondásra. Hadd mondjuk el, hogy ez a döglött, ez a ló, ez a szerencsétlen állat, ami a színpadon van, ez már csak a milliárdos PR fogásokból mozog, ez a ló légen megdöglött. Szálljanak le róla, és tűnjenek el innen. Pontos eredményeink vannak, de tudjuk azt, hogy nagyon sok teendőnk van még a kormányváltásig. Meg kell győznünk még több százezer embert. Meg kell győznünk arról, hogy migránsozásból nem lesznek új munkahelyek, hogy sorosozástól nem lesz Magyarországon kisebb a szegénység. Most itt egy pillanatra szeretnék megállni, és szeretném köszönteni a minket hallgatókat a téren lévő LMP-s, DK-s, együttes, párbeszédes szavazókat és vezetőiket is. Mindenkire szükség van. Azt tudom mondani, hogy egy lépésre és egy karnyújtásnyira vagyunk egymástól. Tegyünk egy lépést egymás felé, és nyújtsunk egymásnak kezet. Mert mi tudjuk, hogy mit kell tenni, és világosan megfogalmaztuk az elmúlt napokban. Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok. Ez a szlogen, erről fognak ma itt többet hallani Botka Lászlótól. És azt is tudjuk, hogy mindezt a szlogent nekünk meg kell magyaráznunk a következő hónapokban, mondatokká és cselekvéssé kell formálnunk. És egyértelművé és világossá kell tennünk azt, hogy nem sokak vagy kevesek, hanem mindenki Magyarországát kívánjuk építeni 2018 után. Mert azt látjuk, hogy az ország két részre szakadt. Szerencse, hogy ez nem középtájon van. Az a kérdés csak mindenkinek magának el kell dönteni, hogy ő melyik oldalon áll, és aszerint kell majd szavaznia. Ha nem úgy gondolod, hogy tüntetni akkor lehet csak, ha a békemenet csinálja. Újságot akkor lehet csinálni, ha azt írja, amit ők akarnak. A jó keresztény az, aki rájuk szavaz. Az iskola legyen egyféle, ne gondolkodjon ott senki. A szerencsejáték csak akkor veszélyes, ha nem ők szedik be annak a hasznát. A bankok kizsákmányolóak persze, kivétel akkor, hogyha az állami, vagyis az övék. Az átláthatóság fontos, kivéve a közbeszerzéseknél. És a dohányzás persze káros az egészségre, kivéve, hogyha annak a hasznát is ők szedik be. És azt szeretnénk innen üzenni, hogy Hollandia liberális maradt. Franciaországban a forradalom elmarad. Németország erős és nyugodt.
és lehet, hogy nem Donald Trump a legjobb amerikai elnök, de egyértelműen belesimul a washingtoni bürokráciába, és fogalma sincs arról, hogy ki az az Orbán Viktor. Nincs tehát világforradalom, és ezt tudjuk mondani, ha mindenki eldönti, hogy ő egy másik országban szeretne élni, akkor nincs más dolga, nincs más dolgotok, mint 2018-ban elmenni és szavazni egy igazságos, normális európai Magyarországra. Ezen fogunk dolgozni a következő időszakban. És azt szeretném még zárásképpen mondani, hogy cáfoljunk rá Széchenyi rendkívül bölcs szavaira, aki azt mondta, ha egy hitvány kormány huzamosan a helyén tud maradni, akkor a népben van a hiba. Mi nem leszünk hibás nép, a Fidesz leváltható és Magyarország megjavítható. Ezért dolgozunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Az elmúlt másfél hónapban végigjártuk az országot, nagyon sok helyen voltunk, és akkor azt mondtam, és szeretném ezt most itt elmondani utoljára, bár nagyon fontos gondolatnak tartom, hogy többféle politikus létezik a világban. Van, aki csak saját magára gondol, és vannak olyanok, akik a közösségre. Van egy olyan ember, akit négyszer megválasztottak egy nagyváros polgármesterének, aki tudja, hogy mi az emberek problémája, és nem csak, hogy tudja ezeket, hanem képes ezért tenni is. Mi arra kértük őt meg, hogy amit megcsinált Szegeden, csinálja meg Magyarországon is. Botka László!